Lokálpatrióta Egyesület ismételten feldíszítette a vasútállomást. Milyen előzményekre vezethető vissza? Ez a díszítés most már mondhatjuk, hogy hagyományosan több éve zajlik, bár igazán egy adventi díszítéssel kezdődött, és aztán a húsvéti időszakra is úgy gondoltuk a társakkal, a Tisztelet Vasutas Klub tagjaival, illetve Pályi Misivel, aki a dizájnunkat biztosítja, hogy próbáljuk meg a húsvéti ünnepeket is ezzel szebbé varázsolni. Miért fontos az Egyesületnek a vasútállomás? Az Egyesület számára a vasútállomás több dolgot jelent. Először is jó néhány évvel ezelőtt örökbe fogadtuk a vasútállomás épületét, ami nem csak egy címzetes dolog volt, hanem abban az évben is padokat csiszoltunk, festettünk, gasztalonítottunk a nyugdíjas klubokkal együtt, az avart szedtük az őszi időszakba. Illetve ami nagyon fontos volt, hogy miután Mezőtúra Kerámia fővárosa, ezért a mezőtúri kerámikusok segítségével és Pusztai Zsolt segítségével jó néhány kerámiát tudtunk kihelyezni az állomás falára. Ezen felül pedig a díszítési munkálatokkal próbáljuk még szebbé tenni az állomásunkat, így adventkor és húsvétkor, nem csak azokra gondolva, akik hazaérkeznek, vagy netán mezőtúról utaznak el, hanem mindenkire, aki a 120-as fővonalon közlekedik, hiszen napi szinten több ezer emberről mondhatjuk ezt el, és azt szeretnénk, ha a gyönyörű műemléképületünk még szebb lenne. Milyen jövőbeni tervekről lehet beszélni? Ez a nyár biztos, hogy a kerámia területén fog eltelni. Az a személyes tervem is, hogy a húsvéti időszak után még több kerámia manufaktúrával fölvenni a kapcsolatot, és egy olyan tematikus, mondhatnám, kiállítást létrehozni itt a külső fal részen, ami természetesen megfelelően ízléses és rendezett, de talán még jobban mutatja a városunknak ezt a nagyon fontos arculatát. Kiknek a segítségével és hogyan zajlik egy ilyen díszítési folyamat? Mondhatnám, hogy ez egy komplex folyamat, hiszen mind Pályi Misi, mind pedig Pöszikéik, a Tisztelet Vasutas Klub tagjai úgymond betanulták ezt a folyamatot. Közösen megbeszéljük, hogy most éppen hova fogjuk készíteni a csokrokat, éppen hány csokrot fogunk készíteni, és milyen színeket hogy helyezünk el. De tulajdonképpen azzal zajlik, hogy most jelen pillanatban a saját kertemből a tiszafa, a puszpáng és egy-két ilyen örökzöldnek mondható tavaszhoz illő növényt sikerült összeszedni. Ezek után némi művirággal is díszítünk, hiszen sajnos az orgona még nem annyira nyílik, amennyire egyébként szeretnénk. Tehát akkor a csokrok úgy állnak össze, hogy a zöld növényzet összetrútozva, és hozzá egy kis aranyeső, illetve egy kis orgonaszál, hozzá pedig most egy rózsaszín és egy sárga masni, hiszen azért a húsvét, ugye a bőjti időszak után a színeket és a megújulást jelent. Mennyi ideig várható, hogy jelen lesz itt a vasútállomáson ez a díszítés? Úgy gondolom, hogy a húsvét hétfő utáni időszakban lebontásra kerül. Egyébként az állomáson dolgozók is sokat szoktak nekünk segíteni, és természetesen a vasútállomás főnöke is, illetve a lebontást és a díszeknek a szép rendezését a lebontás után mindig ők szokták segíteni. Aki szeretne esetleg segíteni, illetve a Lokálpatrióta Egyesülettel együtt dolgozni, annak milyen lehetőségei vannak? Hát személyesen keressen engem, vagy akár telefonszámon, vagy a közösségi portálon, bármilyen formában. Szeretettel várunk mindenkit sok-sok munkára, mert rengeteg tervünk van, rengeteg olyan dolog van a mezőtúron, ami ugyan nem óriási dolgok, de mégis ha sok ember összefog, akkor egészen szép dolgokat tehetünk, pontosan úgy, mint a húsvéti díszítés most a vasútállomáson.